Nagyon jó reggelt mindenkinek, tök sötét van, nem látszik semmi még. Hát megkérdezni, hogy csütörtök van, 19-e. Kérem szépen, egy hónap múlva vége az évnek. Egy hónap múlva vége az évnek. Az most már biztos, hogy megyek haza. Csak kérdés az, hogy mikor jövök vissza. Ugyanis két muszáj volt, nem tudom más csinálni, két visszaútra van jegyem. Egy hét múlva, ahogy hazaértem, és utána két hét múlva. A karantén helyzettől függ, hogy melyik lesz a befutó, tehát hogy egy hétig csak otthon lenni, vagy két hétig. A karantén helyzettől függ. Meglátjuk. Meglátjuk. Állítólag itt a britekkel vissza akarják karácsonyra venni egy hétre a karantént, meg valami gyors teszt van, ami aztán azt is kiküszöböli, meg mit tudom én, van valami rebesdettek valamit a hírekbe, de hát semmi sem biztos, de minden bizonytalan. Az a helyzet. Úgyhogy vagy egy hét múlva jövök vissza, vagy két hét múlva. Meglátjuk. De nem haza tudok menni. Mert hogyha most nem megyek haza, akkor csak egy év múlva megyek. Na mindegy. Szerintem, hogy 6-1-4. 6.44, és még nem sem, és nem is világosodik. Na jó. Na, akkor indítsunk egyet. Kivilágosod már nagyjából. Leellenőrzi magát a gép. Hát igen, mert egy ilyen gépben is van, vagy 3-4 komputer. Minden felügyel, minden elektronika. Megjegyzem, hogy ezek a komputerek, amik ezek a gépekben vannak, legstrapabíróbbak. Viszont itt nem van vele hiba, és hát iszonyatos rásztódásnak körülménynek vannak kitéve. Úgyhogy ez tényleg igazán jól meg vannak csinálva. És akkor start-stop gomb. Ennyi. Ennyi. Fűtés. Megy. Jót fut valakint. 28 fokban ide van beállítva a legmagasabb fokra a fűtés. Na de hát az ablak nyit alak. Úgyhogy így a jó. Mai reggelim, kérem szépen, chicken casserole. Valami csirke. Maradjunk ennyiben. Valami csirke, mégpedig írt ilyen zsömbleszerű valamivel.
Egyébként ettem már ilyet otthon. Nem rossz, azért vettem most is, mert ehető. Hasonló, mint a tegnapim, de mi is olyan. Ugye ebben minden van. Nagyon megfigyelte az a trend Lidibe, hogy egyre több az angol termék és egyre kevesebb a német. Nyilván a Brexit miatt próbálnak hazai termékeket bevinni a Lidibe, mert későbben nem lesz megegyezés a Vámunióról, akkor ugye a vám miatt meg fognak drágulni a EU-s termékek. Nyilván. Tehát Lidl is próbál úgy helyezkedni, hogy jól jöjjön ki a dologból. Jól teszi egyébként, hát nincs semmi baj. Elképesztő fejlődésnek és terjeszkedésnek van a Lidl itt. Olyan naponta építik az új Lidliket mindenhol, mindenfelé. Az a baj az angoloknak, hogy és hát az angol hipermarketeknek, hogy szoktak át az emberek a Lidlibe. Az angol is. Mindegyik megérdemli a sorsát egyébként, mert amikor volt a lockdown, a Morrisokstól a Sainsbury-n az Asdán kezdve a Tesco-ig, mind a négy nagy áruházlánc, üres volt az összes polc. Ugyanakkor a Lidl-nél minden volt. Az angol áruházláncok csúfosan megbuktak. Csúfosan megbuktak akkor. Egyszerűen egy nagy felvásárlási lázzal nem tudom mit kezdeni. Rugalmatlan. A Lidl le is találta őket kegyetlen módon. A Lidl-kel egyébként itt csak egyetlen egy baj van Angliában. Egyetlen egy baj van. Elképesztően nagy a boltok közötti minőségi szórás.
Tehát mi például voltunk, ahol mi járunk, Nízdeni Lidlő, nagyon jó volt. Minden van, nagyon jó. Tőle van 2 kilométerre egy másik, a Wembley Lidlő. Én még olyan ótvarboltban az életben nem jártam, mint az. Én még olyan ótvar Lidlibe. Üres volt, rosszos volt, rettenetes. Rettenetes. Magyarországon a Lidl körülbelül egyforma, nagyjából egyforma színvonalúak, na hát itt nem. Itt nagyon meg kell nézni azt, hogy melyik Lidlibe megy be az ember. Nagyon meg kell nézni. Egyetlen más hipermarketnél, vagy bármilyen áruháznál nincs olyan minőségi szórás, mint a Lidliben. De ott aztán nagyon nagy van. Jó, felszívja neki. Thank you.
I'll put it in my shoulder, take it off. You sure? Okay, thank you. That's it.